Sándor Viola, ballagás. Ballag már a vendiák, itt hagyja az iskolát, elbúcsúzik tőletek, megy tovább. Ballag már a diák, ott hagyja az általános iskolát, kezdődik egy másik élet, mi már nehezebb lesz. De bármilyen akadályt gördítsen eléd az élet, megfontoltan, okosan tedd azt helyre. Bár elballagtál, másik suliba kerülsz, mi nem lesz könnyű, de mindig lesznek barátok, kik felvidítanak el rosszabb után. Most ballagtál, és mielőtt másik suliba mész, törd szépen nyaradat, mert egy nehéz utaz, mint most elindulhatsz. I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Bent to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Now wait till you get older, but the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Osztályosok nevében három dolgot szeretnénk mondani búcsúzásképpen a most ballagó nyolcadikosoknak. Először is azt szeretném mondani az évfolyamunk nevében, hogy hiányozni fogtok. Hiányozni fog a segítségetek, és hiányozni fog a nevetésetek is. Másodszor azt szeretném mondani, hogy legyetek büszkék magatokra és egymásra is. Legyetek büszkék arra, hogy idáig eljutottatok. Mert 8 év sok idő, sok emlék. Biztosan van köze jó és rossz. Van benne öngól, kapufa, gól, gólöröm, győzelem, érmek és oklevelek. Kipuskázott szavak, csillagos ötösök és örökre szóló barátságok. Harmadszor sok sikert. Sok sikert álmaitok és vágyaitok eléréséhez. Sok sikert, hogy azzá váljatok, akivé akartok. Akkor most hangosan elmondom, amire az év eleje óta vártok. Akkor most hangosan mondom, hogy Brüsszelben is meghallják. Vakáció!
Pulcsini Emma, Temesvári Lújza 8. A, Bencsik Attila 8. B, és Hosszú Amir 8. C osztályos tanulók búcsúznak iskolánktól, osztályuk nevében. Ez a nap is elérkezett, és most általános iskolás éveink végéhez érünk. Talán páran megkönnyebbülnek, néhányan szomorúak, de egy biztos. Pár év elteltével rengeteg emlék kötődik innen hozzánk, melyet talán soha nem fogunk elfelejteni. Szívesen gondolunk majd vissza a sok-sok együtt töltött időre és szórakozásra, melyet most lezárunk, és már csak egy jó élményként marad meg fejünkben. Szeretnék köszönetet mondani minden végzős diák nevében, talán a munkájáért. Az évek alatt nem csak rengeteget tanulhattunk tőlük, de ők voltak azok, akik végigkísértek és segítettek minket az általános iskolás éveink alatt. Hálásak vagyunk a felvételre való felkészítésért és rengeteg biztatásért is, ami nagyon sokat jelentett nekünk az elmúlt időszakban. Kedves Marianna néni, az egész osztály nevében mondhatom, hogy köszönjük. Nem csak a rengeteg matek órát, ami bár nem mindig volt könnyű, de valahogy mégis sikerül szép átlaggal ballagnunk, de a kirándulásokat és különféle programokat is, melyekre együtt látogathattunk el. Köszönjük, hogy meghallgatott és figyelt ránk, valamint, hogy mennyit tett annak érdekében, hogy társaságunk jól érezze magát. Meg szeretném köszönni ezen kívül Kati néni munkáját is, aki nem csak alsóban töltött be az osztály számára fontos szerepet, de felsős éveink alatt is rengeteget támogatott bennünket. Amikor először beléptünk az iskola kapuin, legtöbben még senkit sem ismertünk. Bár én iskolai tanulmányaimat nem itt kezdtem, mégis úgy gondolom, hogy az érzés, mikor megtapasztalhatod, milyen hely, amiről a nagyok beszélnek, felejthetetlen. Az évek elteltével újra itt állunk, egy új kezdet előtt, mely már nem a jól megszokott lesz, hanem valami teljesen más. 8 év után mindannyian elmondhatjuk, hogy egy olyan közösség részesei lehettünk, melyet szívesen vinnénk magunkkal, ahelyett, hogy magunk magat hagyjuk. Együtt tanultunk, ünnepeltünk, kirándultunk és szórakoztunk. Rengeteget nevettünk, sírtunk, vagy éppen egy-egy dolgozaton aggódtunk. Úgy érzem, főként ez a társaság, illetve az itt szerzett barátok miatt érte meg minden nap bejönni és tanulni, még a nehezebb időszakok során is. Egy sokszínű osztály a miénk, mégis jóban, rosszban ki tudtunk állni egymás mellett. Nem mindig volt példás a viselkedésünk, de ez is csak segített minket még jobban összehozni. Igen, talán nem voltunk a tanárok kedvencei, de osztályként mégis kimagasló eredményeket értünk el, tanulmányainkkal, különféle versenyeken, valamint az iskolán kívüli sportok és más érdeklődési területeken is. Sok mindent tettünk meg annak érdekében, hogy most végre így lássunk, és lezárjuk ezt a részét az életünknek. Egyszer mindennek eljön a vége. Az itt szerzett tapasztalatok, barátságok és emlékek egész életünk alatt fontos szerepet fognak betölteni. Szeretnék gratulálni minden végzős diáknak, mert megcsináltuk, kitartóan tanultunk, és sok szerencsét kívánok a középiskolához, remélem meg annyi új élménnyel és barátsággal fog gazdagodni mindenki. Kedves diáktársaink, tanáraink és vendégeink! Szeptember 1-én más-más iskola évnyitóját hallgatjuk, több kilométerre egymástól. Ez az utolsó nap, mikor együtt vagyunk, itt állunk, mögöttünk 8 évvel, ami annyi jó emléket hagyott maga után. De ez köt minket össze, ez a 8 év. Egy korszak lezárult, és kezdődik egy új. Az új előtt még kérdések állnak, amikre az idő elteltével válaszokat is kapunk. A múltunk holnaptól a jövőnké válik. Hálásak vagyunk tanárainknak, ezért a 8 évért. A tudás értéke, amit tőlük kaptunk, felbecsülhetetlen, amit nem vehet el tőlünk senki. Különösen hálásak vagyunk azért, amiért minden erőfeszítésüket beletéve próbáltak belőlünk kihozni a maximumot. Ebben az évben. Hogy a legjobb bizonyítványokkal és pontszámokkal büszkékkel tessünk. Szeptemberben még sokunknak fogalmuk se volt arról, hogy hol kezdi a jövő tanévet. Ma pedig már csak egy emlék, a sok tanulás, iskolakeresgetés és persze a felvételi lapok kitöltése.
Nélkülük nem állnánk itt ilyen magabiztosan. Köszönjük osztályfőnökeinknek, Bihari Józsefnek és Zacskó Viviennek, hogy bármikor fordulhattunk hozzájuk, bármilyen kérdéssel, hogy mindig megértőek voltak, támogattak bennünket mindenben, illetve azt, hogy lelkesítettek minket a nehezebb napokon. Köszönjük mindkettőknek alázatos munkájukat. Ötödikben Zacskó Vivien tanárnő tárta fel előttünk a felsős diák élet minden apró részletét. A nyolcadikot megkezdve pedig Bihari József tanár úr volt az, aki velünk küzdött a céljainkon, hiszen sokszor elvesztettük a pályaválasztás kanyargós útjain. Hála önöknek kirándulásokért, amiken annyi olyan emléket szereztünk, amiket örökre a szívünkbe tudunk őrizni. Búcsúzunk iskolatársainktól, legfőképpen hetedikesektől. Gondolom, kicsit várjátok, hogy ti legyetek a legnagyobbak. És jövőre ti álljatok itt, ahol mi most. Sok szerencsét és kitartást kívánok nektek erre a következő tanévre. Köszönünk mindent, egyaránt az iskola dolgozóinak, egyaránt a diáktársainknak és a szüleinknek is. Kedves barátaim, kedves tanáraim! Elérkezett az a pillanat, amelyre mindannyian régóta vártunk, a vallagás napja. Hogy elbúcsúzunk iskolánktól, tanárainktól és egymástól, hogy új utakra lépjünk. Ahogy visszatekintek az elmúlt évekre, rengeteg emlék kavarok bennem, és szeretnék most felidézni néhányat közülük, amelyek különösen emlékezetesek voltak számunkra. Emlékeztek az első napra, amikor még mindannyian izgatottan és kicsit félénkkel léptünk be az iskola kapuján? Emlékeztek még, hogy ezeknek a dobozokban hupikék, törpikék voltak? A nyuszi csapat, ahogy magunkat neveztük, sok kalandot élt át együtt. Például, amikor az ablakon kirepülő toltartó és táska jelentett számunkra a legnagyobb izgalmat. És ki ne emlékezne a felvidéki kirándulásunkra, amikor a tetőre mászunk, és mindenki lélegzett visszafolytva figyelte, hogy vajon mindenki sikeresen felére. Az ilyen pillanatok kovácsoltak össze minket, és igazi csapattá formáltak. A verőcei kirándulásunk is felejthetetlen maradt, mert mindenkit belöktünk a vízbe. Vagy amikor Sanyi a hullahopp karika fent ragadt a fán, és úgy tűnt fél évig nem is fog lejönni onnan. Az iskolai kalandjaink során betört egy fal, és volt, hogy fertőtlenítő fújás miatt alig kaptunk levegőt. Sokszor másztunk be a szekrénybe, és a pad alatt írtuk meg a leckéinket. András bácsi híres mondása, ne rezegjen a hangszálad, mindig mosoly csalt az arcunkra, és hogyan is felejtetnék el azt a pillanatot, amikor leesett a lámpa, vagy amikor a terem beázott. Az évek során rengeteg mindent átéltünk együtt, és ezek az élmények örökre a szívünkben maradnak, például a farsangi bulik, az osztálykirándulások, sulibulik és a különböző versenyek. Köszönjük nektek, barátaink, hogy veletek élhettük át ezeket a kalandokat, és köszönjük tanárainknak is, hogy végig támogattak bennünket ezen az úton. És nem fogjuk elfelejteni osztályfőnökeinket sem. Terka nénit, aki az első 4 évünkben segített beilleszkedni és picit összekovácsolt minket, Németh Katalint, aki segített elkezdeni a felső tagozatot, és jó technikatanárunk is volt. Végül Bernard Csárdi Katalint, aki mindenben segített, és 3 éven keresztül vidámsággal és matek feladatokkal raktat el a termünket. De itt a búcsú ideje, vár ránk egy új fejezet, új osztály, új barátok és új élmények. Bár ma búcsúzunk, de tudom, hogy ezek az emlékek mindig összekötnek majd minket. Kívánok mindenkinek sok sikert és boldogságot a jövőben. Köszönjük! Most pedig a 8. évfolyam képviselői, 8. A. Mezderics Kira, 8. B. Szentei Mihály, 8. C. Kis Viktória emlékszalagot tűznek iskolánk zászlajára. Ma búcsúzunk a kedves nyolcadikosainktól, akik hosszú, izgalmas utat jártak be az elmúlt évek során. Lezárult egy 8 évig tartó boldog időszak, és megnyílik egy reményteljes jövő minden diákunk számára. Kedves ballagó diákok! Ez a nap számotokra a lezárás, az újrakezdés napja is. Az általános iskolai évek alatt tanítottunk, neveltünk benneteket, ti szépen gyarapodtatok, fejlődtetek, és most készen álltok arra, hogy új kihívásoknak feleljetek meg a középiskolában. Az itt töltött évek során nem csak tudást szereztetek, barátságokat kötöttetek,
megtapasztaltátok az együttműködés és a kitartás erejét. Ez a kitartás segíteni fog benneteket az élet minden területén. A SZIA-hoz való tartozás szintén meghatározó volt életetekben, és az iskolai programokhoz kapcsolódó alkotó tevékenységetek iskolán kulturális, művészeti és sportéletét is gazdagította. Tisztelt szülők! 2016-ban, amikor a gyermeküket beiratták ide a SZIA-ba, fogták gyermekek kezét, majd átadták a tanítónéniknek, akik szárnyuk alá véve gyermekeiket nyújtottak számukra biztonságot, megértést és elvárást. Majd 5. osztálytól új osztályfőnökök és tanárok bekapcsolódásával folytatódott a felkészülés és a továbblépés. Ennek legnagyobb kihívását számotokra a felvételi jelentette, ahol az elért eredmények azt mutatják, hogy iskolánk tanulói és kollégái eredményes munkát végeztek. 3/8 osztály felvételi átlaga az országos elvárásoknak és átlagoknak megfelel, de van olyan osztály, amely e fölé is tudott szárnyalni az országos átlag fölött 10, és van olyan osztálya meg 20 ponttal is. Ezen belül is voltak egyéni kimagasló teljesítmények, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. A kiváló eredmények lehetővé tették, hogy sokan közületek az országos rangsor legjobb iskoláiba kerülhettek. Tanulóink nagy része a gimnáziumot választotta, de egyre népszerűbb a tanulók körében, a szakképzési centrumok körébe tartozó technikumok. Büszkék vagyunk arra, hogy többen sikeres nyelvvizsgát is tettetek. Ennek ismertetésére kérem fel Bali Farkas Pétert. Az eredményes angol nyelvi fejlesztés az 5 területen mérő összetett nyelvtudást biztosító nemzetközileg is elismert Cambridge nyelvvizsga rendszer segít nyomon követni. Büszkén mondhatjuk, hogy diákjaink túlnyomó többsége eléri a kitűzött B2-es középfokú szintet. Sőt, néhányan túlteljesítik azt, és a C1-es szintet is eléri. A novemberi hivatalos Cambridge vizsgán sikeres B2-es nyelvvizsgát szerzett tanulók Csirpili Deniz Demir, Temesvári Lujza, Varga Tamás László, Mazán Lóránt, Jussef Ádám Omár és C1-en Kenesei Flóra. A májusi hivatalos Cambridge vizsgán B2-es nyelvi szintnek megfelelő oklevelet szereztek Flash Ádám László, Galambos Zsombor, Hebeny Léna, Kazsoki Anna, Kovács Milán, Meznerics Kira, Kulcsini Emma, Virág Donát és C1-en Bartó Kristóf, Gancsi Szaj Aksada és Hajas Liza Mária. Ezeket az eredményeket saját erőfeszítéseken túl közös sikernek is tekintjük. Iskolánk hagyományát követve az idén is átadjuk az arra érdemeseknek a Széchenyi emlékplakettet, amit mindig az a tanuló kaphat meg, aki 8 év során kitűnő bizonyítványt tudott teljesíteni, versenyeket nyert és közösségi munkát végzett. Így közületek szeretném először kihívni a 8. A-ból Kenesei Flórát. Következő, aki szeretnék szólítani, Pulcsini Emma. Vers és prózamódó versenyen elért kimagasló eredményei, közösségi munkája és tanulmány eredménye. Következő, akit szólítok, 8. C-osztályból Horváth Nóra, aki végig kitűnő tanulmány eredmény. Vannak, akik hajszállal ugyan, de lemaradtak bizonyos tekintetben ennek a címnek az eléréséről, de mégis az elmúlt években kiváló teljesítményt nyújtottak. Nekik egy-egy könyvet szeretnék átadni. Szeretném kihívni Bartók Kristóf tanulót. 8. A. A következő, akit szeretnék szólítani, Csorba Lili,
szintén csodálatos eredménnyel, és talán az egyik legjobb felvételi eredménnyel. Kérném szépen Tóth Fannit. Nyolcadik C-osztály. Kedves nyolcadikos búcsúzók, engedjétek meg, hogy iskolánk nevelői nevében kívánjak nektek céljaitok eléréséhez erőt, egészséget, sok sikert. Ne felejtjétek, hogy mindig minden rajtatok múlik. Végezetül Széchenyi István szavait szeretném idézni. A tudományos ember fő mennyisége a nemzet igazi hatalma, de a tett az első és a szó a második. Kívánom, hogy mindig a cél felé haladva teljesítsetek, törekedjetek a legjobbra. A búcsú azt is jelenti, persze mindig visszavárunk benneteket természetesen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.